köszöntjük Önöket, kedves nézőink, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Az országban egyedülálló műtétet végeztek el Nyíregyházán a Józsa András Tagkórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, dr. Tóth Lajos Barna vezetésével. A most elvégzett műtét komoly, rendkívül összetett sebészeti beavatkozás. És hát a stúdióban pedig a témával kapcsolatban köszöntöm dr. Tóth Lajos Barna sebész főorvos természetesen. Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk, doktor úr. Köszönöm, hogy itt lehetek. Ha jól tudom, most is egy műtétről jött. Kettőről, igen, és azért késtem egy picit, mert sajnos ezek a műtétek néha kiszámíthatatlanok, úgyhogy igen, a műtőből érkeztem egyenesen ide. Na hát gratulálunk akkor ehhez az új eljáráshoz, amely hát végül is már korábban létezett, illetve hát önáltal létezett Nyíregyházán, illetve egyedülállóan az országban nagyon sokáig, és akkor most ennek mondhatjuk azt, hogy a továbbfejlesztett változata. Azért engedje meg, hogy elmondjam a pontos kifejezését, mert kijegyzeteltem, hipertermiás, intraperitoneális kemoterápiával elvégzett laparoszkópos citoreduktív műtéti beavatkozás. Hát arra kérem akkor, hogy a földi halandó számára is legyen oly kedves, és magyarázza el, hogy pontosan miről van szó, és egy kicsikét ágyazzunk meg akkor az előzményeknek is. Igen, tehát, hogy 2012-ben valóban Magyarországon először itt Nyíregyházán történt ez a citoreduktív sebészeti beavatkozás magas hőmérsékletű hasai kemoterápiás kezeléssel. Ezt a betegséget korábban soha nem operálták Magyarországon, ezt a technikát. Valójában ez a sebészet történetéhez képest egy ilyen rövid léptékű dolog, a 80-as évektől indult el ennek a világ hódító útja. Tulajdonképpen azoknak a betegeknek a kezelésére találták ezt a speciális kombinált technikát, akiknek különböző betegségek miatt a hashártyán áttétes daganatok alakulnak ki. És amíg ezt a műtéti technikát itt Nyíregyházán nem kezdtük el operálni, addig Magyarországon ezek a betegek ugye a hagyományosan sebészek kinyitották a hasát, és nem tudtak velük mit csinálni, visszazárták, kaptak kemoterápiát, és nagyon rövid életkilátásaik voltak, és nagyon hamar meghaltak. És aztán 2012-ben több hosszas külföldi tartózkodás és tapasztalatgyűjtés után elkezdtük ezeket a betegeket operálni, és már egyébként az elmúlt 12 évben 415 betegnek operáltuk ezt a kombinált összetett műtéti technikát. És hát ugye, ahogy fejlődtünk mi is, meg fejlődik a világ, meg hát igazából tekintettel arra, hogy sajnos nagyon sok beteget érint ez a betegség, ezért ennek a beavatkozásnak a kutatása, a technika szélesítése is, hogy azért, hogy minél több beteg számára elérhető legyen, mindenféle innovációk történnek ezzel kapcsolatban is. Ugye erről a műtétről azt kell tudni, hogy ez két alapvető részből áll. Van egy hosszú műtéti procedúra, ami az elején, amikor elkezdtük ezeket operálni, azért 8-10 órán keresztül tart. Ennek az a lényege, hogy a hasüregben lévő összes daganatos szövetet, szervet eltávolítjuk. És ilyenkor, amikor úgy mondjuk ez csúnya latin szó, hogy a makroszkópos daganatmentességet elértük, tehát amikor már nincs a hasüregben látható daganat, sajnos tapasztalataink alapján tudjuk, hogy részben a kezünk által, részben a betegség kifejlődés által mikroszkópikus méretű daganatsejtek mindig maradnak a hasüregben. És ha ezeket nem kezeljük, akkor ezekből rövidebb, hosszabb idő után újabb daganatok nőnek ki a hasüregben. És erre találták ki ezt a magas hőmérsékletű hasüregi kemoterápiát, ami egy nagy koncentráció, magas hőmérsékletű kemoterápiásszer, aminek az a célja, hogy a hasüregben kószáló, apró kis gonosz daganatsejteket, amiket nem látunk a saját szemünkkel, azokat elpusztítsa. Tehát egy különleges eszköz vagy gép, ugye az, ami keringteti ott a hasüregben. Igen, ez mindig azt mondtam, hogy ez hasonló, mint egy ilyen szívmotor, egy pumparendszer, amin megfő csöveken keresztül a beteg hasüregébe áramlik ez a nagy koncentráció kemoterápiás holdat, ott megfordul, és egy másik csövön kijön. Ez a folyamatos cirkuláció azért szükséges, mert ezt a 42,5 fokos hőmérsékletet, amin ezt a kemoterápiás szert keringetjük a beteg hasába, ez a berendezés tartja állandóan. Ennek a 42,5 foknak egyébként azért van nagy jelentősége, mert önmagában a magas hőmérsékletnek direkt daganatsejt pusztító hatása van, illetve ez a magas hőmérsékletű magas hőmérséklet, ez potenciálja, sokszorozza a hasüregbe juttatott kemoterápiának a daganatsejt pusztító hatását. És ugye, ahogy ezt mondta, a kezdetben azért ezek nagyon-nagyon hosszú műtétek voltak, a leghosszabb műtét az 12 óra 5 percig tartott egyébként, és aztán miután megvan ez a nagyobbik része a dolognak, amikor eltávolítjuk a hasüregben a daganatokat, a daganatosan összenőtt szöveteket, akkor utána 60 vagy 90 percen keresztül történik egy magas hőmérsékletű kemoterápiás kezelés, ekkor a sebészek pihennek, mert ez ugye a gép ezt magától csinálja, és praktikusan ez a műtét. Na most ez egy
egy ilyen műtétnél a műtét hosszából adódóan is azért érezhető, hogy nagyon sok szervhez, nagyon sok hasi szövethez nyúlunk hozzá, azért tart ilyen sokáig. És aztán ugye a sebészek, akik mindig elkötelezettek a haladás, meg a korszerűsítés, meg a fejlődés irányába, ugye emellett általam végzett műtét mellett azért az utóbbi évtizedeknek az másik legnagy innovációja a sebészetben ez a laparoszkópos technika. Azt is láttuk már, hogy a laparoszkópos műtét során a betegeknek ugyanazt a műtétet igazából lényegesen kisebb kényelmetlenséggel, rövidebb kórházi tartózkodással, kevesebb fájdalommal tudjuk megoldani. És laparoszkóp, bocsánat. A laparoszkóp, amikor pici lukakon keresztül nézünk be a betegeknek a hasába, és akkor úgy próbáljuk ugyanazokat a műtéteket megcsinálni, mint amikor nyitott műtéttel operálunk, és az előbb említett előnyek mellett preferáljuk a sebészeti munkánkban a laparoszkópos technikát. Na most ezt nem olyan régen elkezdték ennek a nagyon borzasztó, hosszú, nehéz műtétnek a laparoszkópos technikáját. Ez egy borzasztó nagy kihívás a sebész számára, hiszen alapvetően is nehéz és hosszú műtét, de azért így, ahogy már tanulási időszakon túl vagyunk, ez a 10-12 órás átlag műtét idő most már lement egy ilyen 3-4-5 órára, tehát már relatíve gyorsabban csináljuk ezeket a műtéteket. Viszont rengeteg szervez, szervrendszerhez kell hozzányúlni a hasüregben. És hát ezt kitalálták, hogy meg lehetne ezt próbálni laparoszkóposan, és külföldön már ezzel gyűltek a tapasztalatok, már több országban elkezdtek ilyen műtéteket, és hát mi pedig úgy gondoltuk, hogy ha már mit tudtuk Nyíregyházán, Magyarországon először meglépni ennek a műtétnek a nagy testvérét, akkor szerettük volna, hogyha a magyar sebészet történetében lenne egy megint kicsi lábnyom Nyíregyházával, hogy ennek a műtétnek a laparoszkópos változatát is Nyíregyházán csináltuk meg 2024. szeptemberében. Miért jobb, hogyha a laparoszkóppal csinálják a műtétet, mint hogyha felnyitnák a hasfalat, hiszen azt gondolná az ember, hogy hát könnyebb szabad szemmel nézni, mint ugye akkor kamerán keresztül, jól gondolom? Hát nem. Valójában a kamerával ott egy nagyított képet látunk, sokkal jobban láthatjuk, részletgazdagabb, tehát hogy semmivel nem csökken a látásunknak a minősége, az, amit látunk, hanem itt inkább azok az előnyök, hogy nincs a beteg hasán egy hosszú vágás. Tudjuk azt, hogy ilyen nagy hasmetszéssel járó műtéteknél számtalan olyan a szervezet egyensúlyát befolyásoló dolog billen el, amit egy laparoszkópos műt nincs folyadékveszteség, nem hűlnek ki a belek, ezek mind-mind a beteg javára írható dolgok. Illetve hát ugye ennek a laparoszkópos technikának a térhódítás az epe műtétek kapcsán indult el. Korábban fölvágtuk a beteg hasát, aztán elindultak ezek a laparoszkópos epe műtétek, és aztán praktikusan már azt kell mondani, hogy nem is nagyon van olyan típusú hasüregi műtét, amit nem lehet laparoszkóposan megoldani. És hát ennek kapcsán indult, hogy láttuk, hogy milyen sokkal gyorsabban gyógyulnak a beteg, kevesebbet tartózkodnak a kórházban, mivel nincs nagy vágás a hasukon, gyorsabban állnak vissza a munkába, kevesebb mondjuk műtét utáni sér alakul ki, egy nagy meccésből, gyakrabban alakul ki sér, mint ezekből a kicsi lukakból. Úgyhogy ezek azok a nagyon fontos dolgok, amik afelé vezették a sebészeket, hogy mindenképpen próbálják meg ennek a műtétnek is a laparoszkópos technikáját, tehát magával a látással nincs baj, hanem inkább azzal, mint ahogy az első hasonló nagy műtétnél is, hogy ez egy szokatlan helyzet, szokatlan módon kell megközelíteni, és gyakorlatilag mi egy ilyen műtétnél a rekeszizomtól a kismedencéig mindenfelé operálunk. Ugye kivesszük az egész hashártyát, kivesszük a daganatosan érintett bélrészeket, ha szükséges, kivesszük a lépet, az epehólyagot, és emiatt minden szegmensében kell operálni a hasüregben, de hát összességében azt gondoljuk, és hát ez a közelmúltban lezajlott sikeres műtét után, látva a beteget, valóban azt kell, hogy érezzük, hogy azért ez egy jelentős életminőségbeli, rövid szakaszú életminőségbeli javulást mutat a betegeknek, mert a beteg valóban másnap már fölkelt, egyébként neki előtte egy ilyen hasonló laparoszkópos technikával elvégzett vakbél műtéte volt, neki onnan indult ki a daganata, azért kellett ezt a nagy műtétet megcsinálni, és a beteg azt mondta, hogy ő ezután a 7 órás volt ez a műtét, a 7 órás műtét után jobban érezte magát, mint az a vakbél műtéte után. Hát jön a másik kérdés, hogy ugye akkor elvégezték ezt az országban egyedülálló műtétet, hogy a továbbiakban, a későbbiekben mennyire lehet akkor arra számítani, hogy ezt beépítik a mindennapok gyakorlatába is?
Mindenképpen be fogjuk építeni, bár azt nyilván így szűk körben elmerem mondani, nekem a műtét után az első mondatom az az volt, hogy soha többet, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz műtét volt, aminek a nehézségét nyilván az újdonsága adja. Nem csináltunk még ilyet, ebbe is kell, hogy a gyakorlat gyűjön, de igazából azon, hogy a beteg szubjektíven nagyon jól érte meg ezt a műtétet, nagyon hamar haza tudtuk engedni, azon túl a társszakmák, ugye például az anesteziológia, intenzív terápia, akiknek ugyanolyan kulcsfontosságú szerepe van ebben a műtét utáni időszakban, a beteg menedzsmentben, ők is azt mondták, hogy sose láttak még ilyen jó állapotú beteget egy ilyen nagy műtét után. Úgyhogy azt gondolom, és ez nagyon fontos, hogy sajnos ez a fajta műtéti technika sem jó mindenkinek. Nagyon sokszor elmondtam az elmúlt több mint 12 évben, sok fórumon, kongresszuson, írásokban, hogy azért ez nem egy csodaszámba menő műtét. Ez a betegek egy nagyon jól definiált körének hoz tartós és hosszú távú segítséget, de ezen belül, ha szabad azt mondani, egy kis részhalmaz a laparoszkóposan elvégzett ilyen típusú műtét, mert a nagy csoporton belül is vannak olyan szigorú kritériumok, amelyek mellett olyan kereshetünk, vagy beválogathatunk olyan betegeket, akiknél ez a laparoszkópos műtéti technika elvégezhető. De akár meg is lehet gyógyulni. Igen. Ugye? Tehát, igen, hogy azért ilyen tapasztalatok is vannak. Igen, hát hogyha el szabad mondanom, akkor az egyik első betegem, akit 2012-ben, tehát még az őskorban operáltam ezzel a műtéti technikával, most már 80 körül jár ez a bácsi, és mi rendszeresen utánkövetjük a betegeinket, és a közelmúltban elment a házi orvosához fejfájással. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen műtét után 12 évvel bátran ki lehet jelenteni, hogy a beteg meggyógyult, azóta is él, és most éppen a közelmúltban a legnagyobb panasz az volt, hogy fájt a feje. Még azért beszéljünk arról, hogy milyen gyakran végeznek el egyáltalán ilyen műtétet, most akkor nem a laparoszkópos műtétről beszélek, hanem az úgynevezett citoreduktív műtéti beavatkozásról. Általában, ahogy mondtam, 415-nél járunk, ez egy nagyon nagy szám egyébként egy centrumban, hogy ilyen sok ilyen típusú műtét történt. Ez mit jelent heti rendszeresség? Hát ez ilyen heti egy-kettő műtét. Volt már olyan, hogy hármat is, de az elég fárasztó. Úgy általában a világon azt mondják, hogy egy héten egy ilyen műtét az úgy elég mindenkinek, de tényleg volt olyan már, amikor nagyon megszorultunk, hogy akkor többet is operáltunk, de nagy átlagban egy ilyen évi 40-50 műtétet operálunk. És nagyon büszkés az alatt, tulajdonképpen még azt is hozzátenném, hogy az, hogy most egy kicsit kényelmesebben operálhatunk, ennek az egyik oka, hogy 2021 óta Magyarországon a nyíregyházi központon kívül másik három központban is elindult ilyen típusú műtéteknek a végzése. Ez három budapesti központ, és nagyon büszkék vagyunk arra, azt gondolom joggal, hogy ezek a budapesti központban elindult műtételjárásokat végző kollégák itt voltak Nyíregyházán, és itt a mi tapasztalataink alapján természetesen külföldön is voltak, tehát ilyenkor az ember több irányból összegyűjti a tapasztalatokat, de nekem is nagyon jó érzés volt, hogy ők ezt értették, hogy ha már Magyarországon van egy centrum, ahol 10 éve történnek ilyen műtétek, akkor megpróbálták a mi tapasztalatainkat átfélni, és mi azóta is egyébként ez a négy központ szorosan együtt dolgozunk a betegek érdekében. Tehát egyfajta ilyen mentorközpontként is működik. Hát mondhatjuk így ilyen nagyképűen egy kicsit, igen. Még azért beszéljünk arról is, hogy hogyan tovább, tehát már akkor elérték ezt a eléggé fontos célt, még ezek után van-e valamilyen olyan célkitűzés, amit akár ezzel a műtéti technikával még lehet tökéletesíteni? Hát igen, mindenképpen azt gondolom, hogy egyrészt ugye ez a laparoszkópos irány egy nagyon jó irány. A másik fontos dolog, hogy sajnos ugye mi mindig azt látjuk, hogy azért a mi ezzel a műtéti technikával operált betegek, a daganatos betegek közül a legelőradottabb állapotú daganatos beteg. És sajnos, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a statisztikai adataink nagyon-nagyon jó eredményeket mutatnak, akár nemzetközi adatokkal is összehasonlítva a túlélésben, a műtét utáni halálban, mindenféle olyan fontos paraméterben, ugye, amit a sebészek monitoroznak az ilyen típusú műtétek után. Ugyanakkor mindannyian szeretnénk minél több betegnek segíteni, és ezért óriási kutatás folyik így a citoreduktív sebészet, és főleg a magas hőmérsékletű hasüregben alkalmazott gyógyszeres kezeléssel kapcsolatban. És számtalan olyan az immunterápia, ugye, ami most az onkológiában egy nagyon új ága, ezt is próbálják behozni ebbe a típusú betegségkezelésbe, akkor különböző a hasüregben lévő váladékok oldásával kapcsolatban műtét
kiterjesztésének a lehetőségét. Tehát most éppen egy pár héttel ezelőtt Franciaországban voltam egy nemzetközi kongresszuson, ahol ezekkel kapcsolatban beszélgettünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem áll meg, sőt, folyamatos a gondolkodás, folyamatos az a fajta kényszer, ami bennünk van sebészekben, hogy próbáljuk a betegek minél szélesebb körének biztosítani ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy éveket, vagy akár teljes gyógyulást elérve is a családjakkal együtt lehessenek. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, doktor. Köszönöm szépen én is. Közel 2 milliárd forintból újult meg a Magyar Nemzeti Múzeum, Bátori István Múzeuma Nyírbátorban megújult, átalakított terekkel és interaktív kiállításokkal várja az érdeklődőket a komplexum. A felújításnak köszönhetően az intézmény teljes mértékben megfelel a 21. századi múzeumkultúra követelményeinek. Megteltek a római katolikus minorita templom pacsorai szombaton Nyírbátorban. Az apropó ezúttal nem a reggeli mise volt, hanem egy 2018-ban megfogalmazódott elhatározás megvalósulásának ünnepe. Hammerstein Judit, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ főigazgatóhelyettese beszédében úgy fogalmazott, a múzeum felújításával méltó helyére emelkedett a bátori kultusz. A templomban több volt, mint pap, az államban több volt, mint király, a csatában több volt, mint katona, a közszabadságának védelmében több volt, mint polgár, a barátság ápolásában több volt, mint barát. Ezek a sorok Marcin Kornéltől származ, Kormer Tómástól származnak, aki a lengyel királyság hercegprímása, kora egyik legtanultabb teológusa és történetíróként becsült kortársa volt Bátorinak. A méltató sorokat pedig a Vilniuszi Egyetem falán található emléktáblába vésték, annak az egyetemnek a falán, amelynek az alapítója Bátor István volt. Valljuk be őszintén, hazánkban eddig Bátorit erdélyi fejedelemként kevésbé tartottuk számon, mint a litvánok nagyfejedelemként, vagy a lengyelek királyukként. Lengyelországban kiemelkedő a Bátori család megbecsültsége, elegendő csak arra gondolni, hogy Lengyelországban működik egy nagyon komoly kutatóintézet, ezt Bátor Intézetnek hívják, ami egyébként olyan adatokat szolgáltat, és olyan információkat, kutatásokat szolgáltat, amit nyugaton, az Európai Unióban, de egyébként a óceán tengeren túlról is felhasználnak. Mindezzel szemben azonban például Romániában, Erdélyben nincs olyan kiállítás, amely méltó lenne a Bátori családhoz. Szlovákiában, a felvidéken, Bátori Erzsébetről pedig rossz ízű, eltúlzott, sok esetben a valóságtól elrugaszkodott legendák keringenek. Most pedig a mai napon nem csupán egy történelmi emlékhely, egy múzeumépület felújítását ünnepeljük, hanem ezzel együtt a bátori kultuszt is méltó helyére emeljük a magyar identitás és emlékezet tudatban. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondandójában felhívta a figyelmet a térséget érintő fejlesztésekre, melyek csaknem 46 milliárd forint értékben valósultak meg a választókerületben. Hála Istennek a gazdaság fejlesztése mellett volt erőnk és lehetőségeink a kulturális értékeink megóvása ügyében is előrelépni. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy köszönthetem Önöket itt a Bátori István átadó ünnepségén, hiszen a múzeum megújulása különösen fontos mindannyiunk számára. Ez a nap különleges mérföldkő nem csak a város életében, hanem egész közösségünk számára, hiszen a múlt és az örökség megőrzése, ápolása egyben a jövő alapjainak lerakását is jelenti. A Bátor István Múzeum történelmi és kulturális jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Nem csak a híres fejedelem életének és korának tárgyi emlékét őrzi, hanem azokat az értékeket is, amelyek ma is meghatározzák az identitásunkat. A Bátori Múzeum megújult terei abszolút megfelelnek a 21. századi múzeum kultúrának, mely egy igen összetett és sok közreműködőt igénylő munka eredménye. Ha visszatekintünk az elmúlt egy hétre, ahogy ezt képviselő úr is megtette, akkor nekem egy másik idézet is eszembe jut. Ami úgy szól, hogy a történelem bármennyire is a tömegek műve,
egy-egy kiemelkedő személyiség karján sétál be az emlékezet házába. Ez a mondat mindenhol igaz, de azt gondolom, hogy Nyír Bátorban kiemelten fontos jelentése van. Sokszor hisszük azt, hogy az ember, mi magunk is, saját magunk alakítjuk sorsunkat, saját magunk döntjük el, hogy mit teszünk, hogy merre megyünk, hogy mit építünk, hogy kivel munkálkodunk közösen. De ha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor az az őszinte igazság, hogy mindig elődeink nyomdokaiban járunk. Mindig az elődeink szellemi örökösei vagyunk, és ez különösen igaz Nyír Bátorban. Itt bármit teszünk, erre már Zsolt is utalt, bármerre is lépünk, mindig elődeink nyomaiba fogunk lépni. És ha már a Bátor István Múzeum átadásáról beszélünk, akkor engedjenek meg nekem egy picike kis történelmi utazást, ami nem is olyan picike, hiszen több száz évre nyúlik vissza. Több száz évre nyúlik vissza, de most, hogy itt 2024-ben ünnepelünk, nem tehetjük meg, hogy az ő nevük valamilyen módon nem hangzik el. A bátoriakról sokat beszéltünk, a legnagyobb bátoriról is beszéltünk, a mi legnagyobb bátorink mégis a templomépítő, kenyérmezei hős Bátori István, akinek az emlékét és a legnagyobb dicső tettét éppen a tegnapi nap folyamán ünnepeltük a református templomban, egy városi rendezvény kapcsán. Az ő győzelme, ami nem csak Nyír Bátor, nem csak Magyarország, de egész Európa számára kiemelkedő jelentőséggel bírt, amikor megállította az oszmán török seregeket, és nem engedte betörni az oszmán hadakat a keresztény Európába. És ennek következtében hosszú-hosszú évtizedekig még Magyarországon is béke honolt. Nagyon komoly küldetésnek kell megfelelnünk. Annak a küldetésnek, hogy részben a Bátori család, részben Nyír Bátor, és az egész magyar nemzeti identitás öntudat erősítését szolgálja, és ebben van komoly feladatunk, mert ez a különálló szereplőknek önmagában biztos, hogy nem sikerül. Biztos, hogy nem sikerül csak magának a múzeumnak, biztos, hogy nem sikerül csak magának a városnak, és egészen biztosan nem sikerülhet azoknak az egyéb turisztikai szereplőknek, akik a városban vagy a térségben működnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk, hogy generáljuk azt az együttműködést, amivel el tudjuk érni a határon belül és a határon kívül élő elsősorban nyírbátori embereket, iskolásokat, időseket, családokat, különböző közösségeket, hogy eljöjjenek ide és kicsit beleszagoljanak a középkori, a gyökerünkbe, a történelmünkbe. Az eseményen részt vett Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár is, aki mondandójában a Bátori család történelmi jelentőségét méltatta. De akkor még élt Kinizsi Pál, az idősebb Bátori István, olyan férfiak, akik minden nap összecsaptak és mindig győztesen csaptak össze a törökkel, úgyhogy ragyogó tetteiket ma citera szó mellett éneklik. Mert nem szerelmes darokat terjesztenek ám, mint mi felénk, hanem hős vitézek tetteit, Hunyadi Járosról, Mátyásról, Kinizsi Párról, az öreg Bátori Istvánról. Egy jeles német királyi diplomata szavai 5 évszázaddal ezelőtt hangozhattak el, 50 évvel a kenyérmezei csata után, melynek diadala bejárta a korabeli Európát. A győztes hadúr, Ecsedi Bátori István erdélyi vajda a kenyérmezőnél szerzett kincsekből Nyír Bátorban nagyévű építkezésekbe kezdett. A legendákat őrző büszke város pedig nem felette alakját. Bátori István a mai napon megújult formában megnyíló múzeum névadója lett. A Bátori család évszázadokon át vezető szerepet játszott az ország történelmében. Sarjaik összekötötték a szétszakított királyi Magyarországot és Erdélyt, uralkodót adtak Lengyelországnak és Litvániának, hadvezérek, államférfiak, egyházi méltóságok követték egymást a krónika lapjaim. Mindemellett a gazdag és nagyhatalmú család tagjai a kultúra bőkező mecénásai voltak. A hazai művelődés történet máig meghatározó alakjai. A bátoriak csillaga a 17. században leáldozott.
Kincstár, könyvtár vagy egyszemélyes művészeti gyűjtemény nem maradt az utókorra, ám a család lebilincselő legendája, a nagyságának töredékesen fennmaradt tárgyi emlékei immár a nemzet féltett örökségévé váltak. Ma a győztes kenyérmezei csata 545. évfordulója előtt egy nappal a bátoriak emlékezete előbb, élőbb és ragyogóbb, mint valaha. A múzeumnak otthont adó, középkori alapokon nyugvó minorita kolostorépület kívül belül megújulva várja látogatóit Nyírbátorban, a család gazdag múltú, névadó városában. A bátoriak kultuszának immár nem csupán országos léptékű, hanem közép-európai jelentőségű központja tárja fel a múlt titkait, e kiemelkedő jelentőségű múzeum szakmai fejlesztésnek köszönhetően. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyírbátor és a bátoriak múltja összefonódik a sárkány legendás alakjával, melynek szimbolikája a 21. század embere számára is erőteljes és üzen nekünk. A mai ünnepnél beszédesebb bizonyíték azonban nem szükséges ahhoz, hogy lássuk a megpróbáltatások sárkányával vívott harc megedzette eleinket, akik páratlan szellemi és tárgyi örökséget hagytak ránk. Itt, a sárkánnyal falkat szemet néző bátorság földjén fel kell tennünk most a kérdést, ki a bátor ma a 21. század harmadik évtizedében, és mit jelent bátornak lenni. Meggyőződésem, hogy a bátorság büszkén vállalni nemzeti helyi identitásunkat, bátorság szembenézni múltunkkal és jelenünkkel, megőrizni örökségünket, valamint bátorság az elkötelezett értékteremtés is. A múlt itt van. Minden kőben, falban, kapuban és a lelkekben csak nyitottnak kell lennünk, és oda kell nyúlnunk érte. Az ősök megdolgoztak és megharcoltak mindezért. Ránk hagyták, és most rajtunk áll, mi lesz ezen örökség sorsa, lesz-e jövője. E kérdésre a Bátor István Múzeum megújulása egyértelmű válasz. Igen. Van jelene és lesz jövője Nyírbátor és a nemzet közös örökségének. Az elmúlt években ugyanis a kormányzat a felelősség súlyát átérezve vállalta fel, hogy mentora és támogatója lesz azoknak a fejlesztéseknek és beruházásoknak, melyek a jövőt a múlt megőrzésén keresztül álmodják meg. Ezen az úton intézmények, szakemberek szegődtek mellénk, és a példaértéki együttműködések nyomán sorra újulnak megépített örökségünk égkövei, kapnak új kereteket, tárgyi emlékeink. A gondolkodás és annak nyomán elvégzett munka kezdettől kétirányú. Úgy teremteni 21. századi élményt és tudásforrást ezekben a terekben, hogy a technika ne elfeledje és felülírja, hanem kiemelje ezt az örökséget. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, mint kultúrstratégiai intézmény célkitűzése, hogy egyetemes és nemzeti kulturális értékeink a jelen és a jövő generációi számára olyan keretek között váljanak élővé, melyek segítik a befogadást és segítik a megbecsülést. A mai nap a büszkeségé és az öröm ünnepé. A közönségkapcsolati és muzeológiai munkaterek alkotta komplexum felújítása nem csupán szakszerű műtárgyvédelmet és szakmai háttérmunka korszerű feltételeit teremti meg, hanem beteljesíti Nyírbátor nemzetközi bátori emlékhelyé emelését is. Tisztelt ünneplő közösség! A múzeumok hitszerepet töltenek be helyi közösségek megerősítésében, valamint az identitás alakításában. Ezért különösen nagy szakmai felelősséget viselnek a tekintetben, milyen módon képesek felkelteni korunk ingergazdag körülmények között élő emberének a figyelmét és érdeklődését. Mi szakmai körökben sokszor hangsúlyozzuk, a legnagyobb kihívás közgyűjteményeink számára annak elkerülése, hogy saját maguk muzeális intézményévé váljanak. Ez a sikeres elkerülés példáját látjuk ma itt Nyírbátorban.
A műemléki védettség alatt álló épület teljes körű felújítása, a látogatóbarát közönségforgalmi és múzeumpedagógiai célú terek kialakítása, valamint az akadálymentesítés során az épített örökség legnagyobb tiszteletével került megóvásra a múlt, a múltunk. Az installációk tovább erősítik a mindenhonnan álladó jellegzetes hangulatot, amely ennek a helynek az igazi védjegye. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden adott ahhoz, hogy a múzeum az eddiginél is dinamikusabban töltse be fontos szerepét az emberek szellemi és lelki életminőségének javításában, és egy csodálatosan gazdag természeti és kulturális adottságú térség turisztikai vonzerejének további növelésében. Ezúton szeretnék szívből jövő köszönetemet mondani mindazoknak, akiknek bármilyen része volt ebben a példaértékű és megújító munkában. Az 1,9 milliárd forintnyi támogatás lehetőséget adott az épület teljes körű felújítására, látogatóbarát tevékenységének fejlesztésére, tereinek újragondolására, új kiállítások építésére és műtárgyak korszerű formában történő bemutatására. Kedves nézőink, a mai 35 perc című műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük a figyelmüket, legközelebb találkozzunk jövő hét hétfőn. Viszontlátásra!